Külpolitikai témával indítjuk a ma reggel. Továbbra is rendkívül feszült a helyzet Nigerben a múlt szerdai katonai hatalom átvétel után. A nemzetközi szervezetek kiállnak a demokratikusan megválasztott államfő mellett, akit a puccsisták azóta is fogva tartanak. A magyar kormány is aggasztónak tartja a helyzetet. A nigeri válságnak ugyanis súlyos migrációs következményei lehetnek, amelyek hatással lehetnek Magyarország biztonságára is. Szakértők szerint, ha a Száhel övezetben elhúzódik a konfliktus, a következő években akár több 10 millióan indulhatnak el Afrikából Európába. Ezzel a témával kezdjük tehát. Tari Judit, Titanilla folytatja vendégével. Jó reggelt kívánok! Jó reggel, szervusz Ferenc! Üdvözlöm a kedves nézőket, és mai első vendégünket is köszöntöm itt a stúdióban, Kis Rajmundot, a Matthias Corvinus Kollégium diplomáciai műhelyének vezetőjét. Jó reggelt! Sokkolom, jó reggelt kívánok! A Száhel övezetet puccsövezetnek nevezik, ugye Niger két szomszédja is, szomszédjában is lezajlott nem olyan régen egy ilyen hasonló katonai hatalom átvétel, amit most Nigerben láthatunk. A Száhel övezet, ott a térség stabilitására, helyzetére milyen hatással van ez a jelenlegi helyzet, illetve hogyha ezt nem sikerül valamilyen módon visszafordítani? Valószínű, hogy dominó elv alakulhat ki, hiszen a klasszikus öt ország a világ legnagyobb sivatagának a déli részén egyébként is hátrányos helyzetben van, borzalmas természeti adottságok miatt, hiszen ivóvízzel nem rendelkezik, és a világ egyik legszegényebb régiója. Épp ezért az elmúlt években, évtizedekben mindig ki volt téve a nemzetközi közösség támogatásának, a nemzetközi közösség segítségének, főleg a gyarmati múltja miatt elsősorban gondolatunk az Európai Unió országaira és az Egyesült Államokra. Itt ugye az utóbbi időszakban pont az volt Nigernek a kulcs pozíciója, hogy együttműködött a nyugati országokkal, itt a migráció megfékezésében volt ennek szerepe. Most ez az instabil helyzet, ez elindíthat a migrációs hullámot, illetve milyen, szintén a migráció tekintetében milyen következményekkel kell számolnia? Hát itt elsősorban Európának, mert nyilván felénk fognak elindulni ezek az emberek, ha elindulnak. Hát, ahogy szokták mondani, a baj csőstüljön. Nézőink is emlékezhetnek, hogy 2015 óta mondja nem csak a magyar miniszterelnök, de a kormány több tagja, hogy a problémát helyben kell kezelni. Nem Európában, nem a beengedéssel, hanem ahol a probléma gyökere van. Ugye a műsorunk előtt a hírekben szó esett a Hungary Helps programról, a Magyarország segít. Ezt csinálta Magyarország az elmúlt években. Az Európai Uniónak, a nyugati nagyhatalmainak sokkal könnyebb egy nagyobb összeget átutalni, és nem tudjuk, hogy mi fog ezzel a pénzzel történni. Ezekben az országokban kevésbé fejlett a jogállam, kevésbé transzparens akár a demokrácia is, több milliárd euró akár el is tűnhet, nem úgy, mint a magyar programmal, ahol látjuk, hogy felépül egy iskola, egy kórház. Ezt kell csinálni, csak az ellustult nyugati partnereinknek sokkal egyszerűbb csak összegeket átutalni. Most megint látjuk a problémát, újabb probléma nem csak a Balkánon és az orosz-ukrán helyzet miatt. Nem lehet a nemzetközi kihívásokat, a nemzetközi problémákat szőnyeg alá söpörni, mert egy púp lesz, és orra esünk, utána meg hanyat, és most ez történik Franciaországgal, és ez történik Nyugat-Európával tulajdonképpen, de természetesen ez minket is érint. És a nemzetközi kapcsolatokban, a politikában, a diplomáciában sincs vákum. Ha valaki gyengül, valaki erősödni fog. Ha valaki kijön, valaki bemegy, és Kína bemegy, és Oroszország már bent van. Pont ezt akartam kérdezni, hogy ha most megnézzük közelről a nigeri válságot, akkor azt látjuk, hogy volt egy demokratikusan megválasztott elnök, egy katonai csoportnak ő nem tetszett, és leváltották a hatalomból, és most ők gyakorolják ezt a hatalmat. Ezt több afrikai országban is láttunk hasonlót. Hogyha hátrébb lépünk kettőt, akkor mit látunk? Van-e emögött nagyhatalmi játék, nagyhatalmi színház, amelyet oly sokszor látunk, amikor megnézzük más országok történéseit? Biztos, hogy van. Már az orosz-ukrán háború előtt az afrikai országok körülbelül háromnegyede
örömmel kötött kétoldalú gazdasági megállapodásokat inkább Kínával és inkább Oroszországgal, mint a klasszikus francia vagy brit korábbi gyarmatartókkal, vagy akár az Egyesült Államokkal. Most is láthatjuk, a hírekben is láthattuk, hogy a fiatalok orosz zászlóval vonultak Niger utcáin. Nagyon erős az orosz jelenlét. Egyes források szerint már az elmúlt években a Wagner csoportnak a katonái is megjelentek. Arról nincs információ, hogy ezekben a harcokban, a puccsban részt vesznek-e, és az ezredes oldalán, vagy esetleg a házi őrizetben tartott elnök oldalán. De érezhető Afrikában egy nagyon komoly geopolitikai feszültség. Nem véletlen, hogy több mint 50 ország részvételével Moszkvában volt az Afrika-Oroszország parlamenti csúcstalálkozó márciusban. Most napokkal ezelőtt, a múlt héten Szentpéterváron 47 ország képviseletével az Afrika-Oroszország csúcs volt, ahol 2026-ig stratégiai pontokban állapodtak meg afrikai vezetők és az orosz elnök. Többek között az élelmiszerválságról és védelmi és gazdasági együttműködésről. Tehát épülnek a kapcsolatok, az egyik oldalon leépülnek a kapcsolatok, a másik oldalon pedig szépen felépülnek. Ez pontosan így van, és a háború óta érezhetjük ezt a világszintű tömbösödést. Először elindult egy gazdasági, aki benne van Oroszország elleni szankciókban, és aki nincs. Majd utána pedig, aki részt vesz különféle, beáll az Egyesült Államok mögé, vagy beáll Európa mögé, vagy pedig nem, és látjuk, hogy a globális kelet és a globális dél, ez lehet akár Ázsia, Kína, India, Közel-Kelet, Afrika ugyanígy nem. Robert C. Kestelnek van egy cikke Nigerről, és ő például itt a gazdasági jelentőségére is rávilágított, hogy húzódik ott egy fontos energiavezeték, illetve egy másik cikkben volt az az adat, hogy Niger nagyon fontos uránbeszállítója Európának. A francia reaktorok fele az így nigeri van. Uránnal működik. Így van. Ez megint az oroszok malmára hajtja a vizet. Ez olyan, mint hogyha Németországtól, ugye a Robi ezt írt, hogyha Németországtól ugye elvesszük az orosz olajat és az orosz gázt, látjuk, hogy a német gazdaság milyen helyzetben van. Most ez fog történni a legnagyobb nukleáris energiával rendelkező Franciaországgal, hiszen ott van az alapanyag. Egyébként nemesfémek, gyémánt is van. A migrációnak szintén nagyon fontos központja. A migrációval pedig azonnal megjelenik a szervezett bűnözés, hiszen az embercsempészet, és minél rosszabb a megélhetési helyzet, az pedig egyenes út a terrorizmus felé, hiszen a Száhel övezet lakosságának egy jelentős része nem tud mit csinálni, nem tud megélni, nem is tud elmenekülni, ezért ez mindig nagyon komoly táptalajt jelent a terrorszervezeteknek, hogy beszervezzék főleg a fiatalokat. A politikusok azt mondják, amit mondaniuk kell, diplomáciai megoldásra van szükség, ez egy nagyon szépen hangzó mondat. Niger esetében ez hogy nézhet ki? Ki lehet itt közvetítő? Egyáltalán ki között kell közvetíteni? Mindig kell közvetíteni, most elsősorban az ezredes és a korábbi elnök között, de hát aki még úgy gondolja, hogy ez megmenthető. Természetesen az amerikai külügyminiszter is beszélt, a házi őrizetben lévő elnökkel, az ENSZ főtitkár is beszélt. Magyarország volt az első ország, amely kifejezte támogatását az elnök érdekében, az elnök iránt. Hogyha sikerül is ezt a helyzetet most megoldani, akkor is stratégiailag hosszú távon nincs rendezve, és 2022. február óta főleg nem. A donorok, akik támogatást adnak ezeknek az országoknak, az összes erőforrásukat, így az Európai Unió is Ukrajnára csoportosította. De ugyanígy Japán vagy Kanada és az Egyesült Államok. Mindig mondtuk, mindig elmondta a magyar kormány, hogy a világnak a problémái, a világ nagy politikai, geopolitikai, biztonságpolitikai kihívásai nem szűntek meg azért, mert kitört egy háború a szomszédunkban, és újabb problémák lehetnek. Ez Afrikára be is bizonyosodott. Ugyanígy, ahogy a Nyugat-Balkán sem teljesen stabil. Kis Raimondnak köszönjük szépen. Én köszönöm a lehetőséget.